Itt vagyunk a Pólus Center előtt, ma van a Needport Speed Shift játéknak a magyarországi úgymond ősbemutatója. Arra lennék kíváncsi, hogy sikerült-e már a játékot kipróbálnod? Igen, az előbb volt egy 10 perces lehetőségem, nem volt hosszú, de hát sikerült kipróbálni, igen. Arra lennék kíváncsi, Fritz, hogy mennyire realisztikus ez a játék, mennyire lehet esetleg egy ilyen játékos élményt úgymond átültetni mondjuk egy Peugeot 307 VRC-be? Hát rallis programban nem játszottam, én ez egy utcai illetve egy pályaversenyen játszottam, ott is egy BMW-vel, és az érdekes volt, mert az nagyon hasonlított arra a BMW-re, amivel versenyeztem régen. Persze kevesebb tapadással, mert hiszen ez egy utcai autó. Tehát én azt gondolom, hogy elég realisztikusnak mondható így az első 10 perc után. Az autó reakciója azok ugyanolyanok, mint amit egy utcai autó vagy egy versenyautó tud csinálni. Ugyanúgy reagál az ellenkormányzásra, a hirtelen fékezésre, a finomabb mozdulatokra. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik legjobb játék, amivel idáig játszottam. Most egy picit a játékot tegyük félre, és menjünk egy picit úgymond a véres valóságba. Arra lennék kíváncsi, hogy tudsz-e bármilyen információt arról, hogy a Nyírség generáli rallival kapcsolatos kizárásodnak van-e már esetleg pont éve a végére? Nincs, sajnos nincs, az idő egyre inkább fogy. Én azt úgy tudom, hogy ugye ma szombat van, és kedden lesz egy meghallgatás, ahol azt az ígéretet kaptuk, hogy lesz már valamiféle döntés is. De hozzá kell tegyen, bármiféle döntés lesz, hogy megyünk tovább, ameddig nem lesz igazunk, hiszen biztos vagyok benne, hogy az autó jó volt, biztos vagyok benne abban, hogy hibázott a technikai bizottsága a mérés metodikájában, és mivel tudom, hogy milyen profi csapattal álltunk ott rajthoz, és tudom, hogy minden versenyt ott megkapjuk az autó specifikációja mellett azt, hogy hány kiló volt, amikor elhozták az autót a szervizből, ezért biztos vagyok abban, hogy igazunk van, és ezt én végig szeretném harcolni. Hát kíváncsian várjuk a híreket, hogy akkor a keddi napon melyik irányba mozdul el az ügy, és esetleg felszáll-e a fehér füst. Most lépjünk megint tovább. Közvetlenül a Nyírség generáli rally után én úgy tudom, hogy kint jártatok Franciaországba a Bózián vendégeként. Mesélj erről néhány dolgot, esetleg beleszőhetnéd azt is, hogy van-e már valami jövővel kapcsolatos elképzelés? Összetett a kérdés. Nagyon jó volt először is, és hát köszönjük szépen a csapatnak ezt a meghívást. Én VB-n jártam csak nemzeti bajnokságban külföldön, még nem igazán vett. Nem azt, hogy nem vettem részt, még nézőként sem voltam. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy mennyire másként állnak ott a rallihoz. Képzelj el egy sífalut 1720 méter magasságban, a Mont Blanc-hegynek a közepén. Ott volt a rali központja, tényleg egy sífalu, ami mindenfelé sírifteket látsz, és kabinokat, és az a tipikus alpesi faházakat. Ott a főtér le volt zárva, ott volt a szervizpark, és ennek környékén volt a verseny, volt olyan gyorság, ami 3000 méterre ment föl. Az igazi, nagyon komoly szerpentinek, autópálya minőségű aszfalttal, 150 indulóval, itt el lehet képzelni a Porsche-tól kezdve a régi Megane kitkárig, a Sara kitkárig, a 8 darab VRC-ig, ami indult. Én azt gondolom, hogy ott tényleg arról szól a bajnokság, hogy indulj el és menj, és ha van egy olyan autód, amit homológát tudsz tenni, akkor nyomás, és élvezd a versenyzést. Nagyon, nagyon sok néző volt, nagyon profi szervezés, ami nagyon tetszett, és hát minden mellett volt 20 olyan historic autó, hogy tátomorodt a szánk a Renault Alpintól kezdve mindenig. És hát nagyon jó volt egy ilyen csapatnak a vendégeként ott lenni. Hozzáteszem, hogy a Francia Szövetség elnöke jött oda hozzánk gratulálni az eredményekhez, és ők azt mondták, hogy milyen megtiszteltetés részükre, hogy mi ott vagyunk. Úgyhogy meg mi is ezt éreztük, hogy ilyen szép környezetben ott lehetünk egy versenyen. Természetesen beszélgettünk a jövőről is. Ugye Magyarországon úgy néz ki, hogy a külön kategória miatt lehetetlené teszik azt, hogy Magyarországon VRC-vel versenyezzen bárki. Én azt gondolom, hogy a támogatóknak ez a besorolás nem lesz annyira fontos, hogy VRC-vel tudjunk versenyezni. Keressük a lehetőséget esetleg arra, hogy külföldön menjünk, illetve hogyha Magyarországon megyünk, akkor milyen autóval tudunk menni. A Bozjának is lesz, úgy néz ki, egy szuper 2000-es autója. Én mindenképpen velük szeretnék dolgozni a jövőben.
Hogy itthon vagy külföldön, azt még nem tudom. Hát nagyon bízom benne, hogy a jövő héten számotokra is kedvező döntés születik, hiszen vagyunk jó páran, akik osztják azt a véleményt, amit te mondtál, de előre ezt még nem tudhatjuk. És úgy gondolom, hogy egy jó évet zárva, Komló Rallin pedig, ahogy legutóbb beszélgettünk együtt, azt mondtam, hogy tegyétek fel az íre a pontot, tegyétek oda magatokat Komlón, és egy jót versenyezzetek. Gratulálok az eddigi teljesítményethez.